Na Jani, ugyanúgy megvárjuk, hogy a rajtzónába beérkezzen. Gyerünk, indulhat az a zene, ami elindít az úton, gyere! Vedd elő a kezed, aki itt van, mindenki kezdene tapsolni. Az egyéni ultrafutóink ott állnak a rajtzónába az utolsó pillanaton. Na gyere, gyere, hozd a kezed, gyerünk! Mindenkinek hallani akarom, hogy összecsapja a kezét. Ott vannak az egyéniek, ott vannak az egyéni ultrafutóink, akik a mai nap folyamán 111 kilométerre lesznek gazdagabbak. 111 kilométer. Megvagyunk, megérkezett a Bogár János is, és itt van a polgármester úr, aki elindít benneteket azon az úton, megnyomja a kültöt. Gyerünk, számoljunk vissza 10-től, kedves hozzátartozók, nagyon hangosan a tapsot, ne hagyd abba, gyere! Velem együtt figyelj, gyertek közelebb a kapuhoz, és elindulunk, figyelj! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Az egyéni jel! Jó utazás! Vigyázz magadra! Mosolyog végig! Még jó kedve, hány kilométernél járunk? Jó kedve választ, ezt nem kapok. Durva 30 kilométernél. Nagyon jól mennek. Minden jó. Közel, kis maraton után, per kilométerre megy a mosolygás. 44 kilométer, már csak 65. Járunk, hogy nem tudom hány kilométernél járunk. Hány kilométernél járunk? Szerintem valahol a 47-48 között. Na. Tudom, bent nem mutatja az órát, töltjük. Az a lényeg, hogy sok van még hátra. Még elég sok. Ott járunk, hogy mindjárt fordulunk. Nagyon egész jó állapot. Járunk most a durván 70 kilométernél, most kicsit lassabbra váltottuk a tempót, itt a legmelegebbe. Ezt igazából itt vagyunk. Hát most egy kicsit beosztjuk az erőnket, mert igazából 42 kilométer van még hátra, szűk 42 kilométer, és most van a legmelegebb. A frissítőpontok nagyon messze vannak egymástól, jég fogyóba. Tehát gyakorlatilag tartalékolni kell majd
később, ha hűl az idő, akkor rákapcsolunk, és behozzuk ezt az időt, mert bőven benne vagyunk még a szint időben. Úgyhogy... Járunk, hogy 100. kilométer, már nincs sok hátra, de azért még egy jó óra, még beérünk, fejlámpa kötelező ott van, a mellények itt vannak nálam, tehát minden oké. És még mindig igazi a mosoly.